Műszaki rajzoknál nagyon gyakran szükség van arra, hogy az egymással élesen találkozó éleket letörjük vagy lekerekítjük. Ebben a videóban megismerkedünk a letörés és a lekerekítés rajzszerkesztő utasításokkal. A letörés egyébként már a téglalap rajzelem megismerkedésénél érintőlegesen átnéztük. A letörés parancs nagyon hasonlóan működik a téglalapban tapasztaltakhoz. Rajzoljunk most egy körülbelül 200 rajzi egység hosszú szakasz, majd lefele ugyancsak legyen ez 200 rajzi egység. Itt látható a két egyenes, amelynek a sarkát leszeretnénk törni. Adjuk ki a letörés parancsot, rövidítése LT. Üssünk Entert. Meg kell adnunk a letörési távolságot. Menjünk a távolság opcióba, és látható, hogy alapértelmezés szerint a kacsacsőrök között nulla szerepel. Legyen az első letörési távolság 10 rajzi egység. Mivel nagyon gyakran 45 fokos letörést rajzolunk, fogadjuk el a második letörési távolságnak is a 10-es értéket. Üssünk egy Entert. Ezután meg kell adnunk a kijelölő dobozzal az első egyenest, majd a másodikat. És szépen lehet látni, hogy amint ráklikkeltünk a második egyenesre, a letörést az AutoCAD végrehajtotta. Természetesen módumban áll nem szimmetrikus letörést létrehozni, nézzük most ezt meg, visszavonom magát a letörést, kiadom újra a letörés parancsot, távolság, az első az legyen mondjuk 50, a második pedig 30. Figyeljük meg, hogy hogyan értelmezi az AutoCAD az első letörési távolságot, amelyik rajzelemre először klikkelünk, azon fogja fölmérni az elsőt, majd a másodikon a másodikat. Szépen elkészült a letörés. Utoljára pedig nézzük meg, hogy hogyan lehet úgy letörést készíteni, hogy a szögértéket adjuk meg. LT, szög, tehát maga a letörés az legyen mondjuk 30 fokos, de a letörési hossz az legyen 20 rajzi egység, Y irányba, a letörési szög pedig 35, Enter, megadjuk ugye az első egyenest, majd a másodikat, és ez már nem egy 45 fokos, hanem 35 fokos letörés, és magát a távolságot itt értelmezte az AutoCAD. Nagyon könnyedén lehet alkalmazni ezt az utasítást, és rendkívül hasznos. A párja a letörésnek a lekerekítés. Most leszeretnénk kerekíteni ezt a sarkot. Ennek a rövidítése az LK, azaz lekerekítés. Menjünk bele. Sugár. Alapértelmezés szerint nulla. Ennek később még lesz jelentősége, el fogom mondani, most nem tűnik túl logikusnak ez az érték, pedig nagyon gyakran pontosan erre van szükség. A lekerekítési sugár most legyen 50 rajzi egység, és üssünk egy Entert. Ezután adjuk meg az első egyenest, majd a másodikat, és szépen berajzolta az AutoCAD a lekerekítési sugarat. Nagyon ügyes rajzszerkesztő utasításról van szó, mindenféleképpen meg kell tanulnunk. Most én rajzolok ide egy másik egyenest, és megpróbálom lezárni ezt a két egyenest, amelyek ugye egymással párhuzamosak, egy körívvel. Ehhez választhatnám a ív rajzparancsot, szerkeszthetnék kört is ide, aztán a meccés parancsal ugye összehoznám az elemeket, ahogyan elképzelem. Ehelyett megint csak a lekerekítés parancsot adom ki, és a sugárértéket majd az AutoCAD kiszámolja a számunkra. Hiszen ha két egyenes egymással párhuzamos, és megadom ezeket az AutoCAD-nek, ő automatikusan le fogja zárni őket egy körívvel. Tehát lehet látni, hogy mennyire okos utasításról van szó. Sőt, ennél többre is képes, hiszen ha van két nem párhuzamos helyzetű egyenesünk, amelyeknek valahol egy látszólagos meccéspontja létezik.
Ki szeretnénk ezt szerkeszteni. Erre is nagyon sokféle mód adódik, de mi most megint a lekerekítés parancsot fogjuk használni, megadjuk az első, majd a második egyenest, és szépen összehozta az AutoCAD egy lekerekítéssel lezárva őket. Ugye azért nem egy pontba találkozott most a két egyenes, mert nem nulla volt a sugárérték. Tehát az eredeti célunkat, hogy be tudjam mutatni, hogy az előző utasításnál benn maradt a lekerekítési sugárérték, ez az én hibám volt, újra kiadom, hogy lekerekítés parancs, a sugárnak megadom azt, hogy nulla, és most ugyancsak kijelölöm a két egyenest, és szépen már is mutatja az AutoCAD a látszólagos meccéspontot, és ha ráklikkelünk a második egyenesre, össze fogja őket hozni, mivel a sugár nulla, ezért egy pontban fog találkozni a két egyenes. Tehát összefoglalva, a letörés és a lekerekítés utasítások nagyon hasznosak a rajzszerkesztés alatt, mindenféleképpen meg kell őket tanulni, rengeteg időt tudunk megspórolni a segítségükkel, és lehet látni, hogy sokkal többre képesek, mint amit gondolnánk róluk első körben.